Mosonmagyaróvár számos szépséggel várja az ideérkező vendégeket. A vár, a városunkat átölelő Lajta, vagy akár a Futura is ide csalja a turistákat. Ez alkalommal a déli ország részből is felfigyeltek a helyi különlegességekre. Egy pécsi háromtagú csapat ugyanis Mosonmagyaróvárt választotta feladatként az országos városmarketing versenyre. Ez egy prezentáció lesz. Hát kellenek egy handoutot készítenünk, ahol leírjuk, hogy mik az elképzeléseink. Alapvetően meg kell határoznunk egy irányt, ami irányba indulhatna a város, és elemeznünk is kell először a lehetőségeket, a jelenlegi adottságokat, és ehhez kell igazítanunk magát a dolgozatunkat majd. A dolgozat pedig azt fogják vizsgálni, hogy ez mennyire épül a városképre, és mennyire kreatív az, amit mi létrehoztunk. A városhoz kötődő személyes élmények vezérelték a csapatot, amikor Mosonmagyaróvárra esett a választás. Nehéz szavakba önteni, hogy én mit érzek ez iránt, a város iránt. Minden évben ellátogatok ide a modellvitorlázás miatt, és nagyon, nagyon pozitív élményeim vannak a várossal kapcsolatban, és olyan érzéseket kelt bennem, amit más városok esetén nem éreztem még soha, és ezért gondoltam úgy, hogy válasszuk ezt a várost, még ha távol is van tőlünk. A verseny nem csak marketing szempontból lehet jelentős városunknak, egy messziről jött véleménye nem elfogult, és így egy valós képet kaphatunk Mosonmagyaróvár lehetőségeiről. Sokszor azt gondolom, hogy egy itt lakó, vagy aki nap mint nap foglalkozik a város ügyeivel, egész más szemmel tekint a városra, mint az, aki csak az első benyomásait tükrözi. Azok az első benyomások általában jobbak, mint a többedikek, úgyhogy igazából csak próbáltam egy helyzetképet festeni, hogy egy ilyen határmenti kisváros az körülbelül mondjuk így marketing szempontból hova tudhatná elrakni magát a nagy palettára. Emellett a fiatalok ötletei tovább lendíthetik Mosonmagyaróvár idegenforgalmi életét. Elsősorban a turisztikai szempontokat veszik figyelembe az imázs kialakításánál. A pécsi egyetemisták azonban a város ipari lehetőségeit és a lakhatási tulajdonságait is felvázolják a prezentációban. Mosonmagyaróvár egész évben ügyel a rendezett, tiszta környezet kialakítására. Egynyári növények és fák díszítik városunkat, és az utak is megújulnak.